18 éve működnek így már, nem csak itt Szombathelyen, hanem a megye számos településén, és több ezer gyereket és fiatalt oktattak a hip-hop és a modern táncok különböző műfajaiban. Szerettették meg a mozgást, ismertették meg a mozgáskultúrát, de ennél sokkal többre is vállalkoztak. Biztonságos, szerető és egy nagyon védő közegben csapatot építettek, én azt gondolom inkább családot, hiszen az NLG nagy családja akármilyen hazai vagy nemzetközi versenyen indul el, nyilván a tudásuknak, másrészt pedig az összetartásuknak köszönhetően számtalan díjat hoznak el. Ez persze annak is köszönhető, hogy mind az oktatók, koreográfusok, mind pedig a táncosok folyamatosan ambicionálják magukat és egymást a fejlődésre, a továbbképzésre, és erre persze az Egyesület folyamatosan lehetőséget is biztosít. Hát eljött ez a nap, másfél éve készülnek már arra, hogy végre megmutathassák magukat ismét nagy színpadon. A régi Energy gála járó közönség pontosan tudja, hogy év végén, a tanév végén, úgy június 21-nehányadika környékén az Agora Művelődési és Sportházba gyűlik össze az Energy nagy családja, ahol aztán az elmúlt esztendőn és esztendőben tanultakat mutatják meg a táncosok, és nem csak egyszer telik meg ilyenkor a sportház lelátója, pedig ott ezer ember elfér, hanem van úgy, hogy többször is. Volt úgy, hogy háromszor is. Úgyhogy volt már itt az elmúlt években, pontosabban hónapokban nagy izgalom az ügyben, hogy végre találkozhassanak ismét. Az elmúlt másfél év mindannyiunknak számos kihívást hozott és okozott. Kihívást a családunkban, az iskolában, a munkahelyen, de önmagunkban és a kapcsolatainkban is számos kihívással kellett szembenézni. Ez a kihívás hol pozitív, hol negatív érzéseket keltett bennünket, hol káoszt, hol harmóniát okozott, hol pedig összetartást, néha bizony az egység megbomlását is. Számtalan érzés és gondolat jelent meg a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek fejében is. Ezt a sok-sok gondolatot próbálták ma összeterelni egy igazi táncművészeti, táncszínházi produkcióban. 11 jelenetben mutatják meg mindazt, amit ez a kihívás okozott, és amelyet egyetlen szóval így jellemeztek: változás. Ebben a változásban, amelyet most önök elé tárnak, társművészeti produkciókat is látnak, és társművészeket hívtak segítségül, hogy igazán komplex módon mutathassák be azt, amit ők erről gondolnak. A társművészek pedig Mészárosné Lengyel Szabina, Balogh Rudolf, Kelemen Zoltán és az Altaru Taikó együttes, valamint Kovács Pali. Isten ments, hogy a tavzsról vele beszéljek. Az előzetes információk során önök már tájékozódhattak arról, hogy a ma esti program egyben egy jótékonysági akció is, és azzal, hogy támogatói jegyet vásárolnak, akár a szünetben, akár az előadás végén, azzal a Regőci Alapítványt támogatják, hiszen az energisek számukra ajánlják fel az ilyen bevételi forrásból érkező pénzeket, és a céljuk az alapítványnak pedig az, hogy a koronavírus járvány alatt árván maradt gyerekek mindennapjait segítsék. Egyrészt a családokat, a mindennap kihívásokkal, természetesen az iskoláztatással, de akár az étkezéssel is. Úgyhogy, ha úgy gondolják, a szünetben, vagy akár a program végén is megtehetik még, hogy megvásárolják ezeket a támogatói jegyeket. Nos, nincs más hátra, mint hogy átadjam a színpadot és a táncosokat a közönségnek, és viszont a ma esti nagy gála az Energy Dance Team produkciójában a koreográfia, a táncszínházi előadás címe Változás. Nagyon jó szórakozást!
Már csak halványan tudunk visszaemlékezni, hogy milyenek voltak a mindennapok azelőtt. Minden napjainkban kezdetben csak elvétve férkőztek rémhírek. Freedom.
Egyre jobban kezdett eluralkodni a pánik, míg voltak, akik inkább nem vettek róla tudomást. Thank you.
Mindenki életébe hirtelen változást hozott a teljes lezárás és a kényszerű egyedüllét. Thank you.
A hirtelen egyedüllét hatására a gondolataink segítettek minket ahhoz, hogy a negatív érzések mellett meglássunk mélyebb erőt adó gondolatokat. Különös tavasz volt 2020 márciusában. Nem kibomlott hajjal érkezett. A kék ég alatt rémületet hintett a télből ébredő világunkba, s minden eddiginél félelmesebbre szabta életünk keretét. Ez a tavasz nem küldött bíztatást, megújulást. A világjárványban a bajhoz lassan megtanultunk alkalmazkodni, de a bezártság és a kilátástalanság lett úrrá minden érzésem. A szociális távolságtartás mégsem természetes, ahogy az sem, hogy nem mehetünk nyilvános helyekre, színházba, moziba, koncertre, nem ölelhetjük meg rég látott szeretteinket, nem adhatunk kezet ismerőseinknek. Piros cédulákkal címkézett, csukott ajtók, szájmaszkok mögé rejtőzködni, akkor is félelmetes, ha tudjuk, hogy ez szükségszerű. Minden akadálynál szigorú az a határ, amit a szorongás von közénk. Mint egy elakadt gramofonból úgy szólt idegesítő ismétlődéssel a parancs. Maradj otthon! Maradj otthon! Korszakjelző szavaink beégtek a tudatunk mélyére. Karantén, pandémia, kijárási korlátozás, home office. És a legnagyobb ellenségünk ki, a koronavírus vált. Sokak szerint ez intőjel, figyelmeztetés az elpuhult és gőgössé vált emberiségnek. Ideje lenne felhagyni a határtalanná vált önzéssel, a fogyasztásba vetett hit mértéktelenségével, és nagyobb szolidaritást mutatni embertársaink iránt. Tanulni, okulni kellene. Mi értelme van bármely megpróbáltatásnak, a betegségtől való félésnek, ha nem tudunk erőt meríteni belőle további életünkre nézve? Az élet törékeny, az ember nátszál. Nátszál az ember semmi több, a természet leggyengébbike, de gondolkodó nátszál. Nem kell az egész világ mindenségnek összefognia ellene, hogy összezúzza. Egy kis pára, egyetlen csepp víz elegendő hozzá, hogy megölje. De gondolkodó nátszál. Még ha eltaposná is a mindenség, akkor is nemesebb lenne, mint a gyilkosa, mert ő tudja, hogy meghal. A mindenség azonban nem is sejti, hogy mennyivel erősebb nála. Mondja Pascal. És mi adhat reményt és erőt? Miből lehet táplálni lelkünk útját? Talán az örömből. Meg kell tanulni, örülni az adottságainknak. Annak, hogy tiszta a víz, hogy az új körünk szaga van, hogy forró a kávé, hogy kinyit egy tavaly elültetett tulipán, hogy rámosolyog a szomszéd fűnyírás közben. Jó, hogy tudok örülni intenzív vitáknak, az utánunk jövő kibékülésnek, a
lét elviselhetetlen könnyűségének. A belső öröm, a belső erő. Aki megtanul örülni, az élni tanul meg. Minden sötétség és pillanatnyi reménytelenség és nehézség ellenére. Olvastam valahol. Meseterapeuták mondják, hogy az ember testében ott lakik a belső táltos, és ha eléggé koncentrálunk, megérezzük, melyik testrészünk az, ahonnan az erőnk ered. Ahogy a mesében az életvíze feltámasztja a szanaszétszabdalt hőst a halottaiból, úgy éledünk fel azonnal, amint a saját titkos tártosunkkal kapcsolatba kerül. Mindenkinek máshol van a tártosa. Van akinek a kezében, van akinek a szemében, vagy a torkában. Nekem a művészet segít visszatalálni hozzá, hiszen minden igazi alkotásban ott van az az energiát sugárzó középpont, ami gyújt, táplál is, kilök a megszokott pálya fáradt egyhangúságából. Az intenzív muzsika, a vad tánc, egy szobor mozdulatlanságban is izzó gesztusa, egy színész szemvillanása, mind-mind kifordít és helyre billent, felkavar és leülepít, de mindenképpen erőt ad, hogy tovább mehessek, tovább keressek. Ne elégedjek meg annyi valamit, addig elértem. A művészet tártosa a lelket, a szívet lobbantja fel. Zsigerekig hatol, túlmutat a személyes érdeklődés terén. Bekapcsol az egyetemes emberi titokba, ahová csak a vakhít lobogása képes felhatolni. A művészet tártosa nem követésre hív, hanem kísér. Nem ígér végső bizonyosságot, sem teljes megváltást, csak annyit mond, hogy ne hagyjuk fel a keresést. És milyen jó, hogy nem vagyunk egyedül. A közös élmény megsokszorozza az erőnket, nincs jobb, mint együtt átélni egy koncert, egy filmizgalmát és szépségét. Ilyenkor, mindig így képzelem, kézen fogják egymást a táltosaink, ezért jó egymásnak felolvasni, vagy a tábor tűz körül ülve megosztani egymással a történeteinket. Mindenkihez megérkezhet a saját táltosa. Először sírsz. Azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszíted. Köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzott véresre koponyád, aztán elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mint hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen. Nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég. Még nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled. És olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.
Talán mindent kicsit jobban értékeltünk, amikor nyáron újra élhettünk. Ejj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 
Van egy hangulat, nem, nincs vége, egy kis szünetet tartunk.
de a szünetben sem hagyjuk önöket program nélkül, és ez az a pillanat, amikor szeretnénk megköszönni a támogatásokat és a segítséget is, hiszen egy ekkora nagyszínpadi produkció, világítás, hang- és fénytechnika, színpadtechnika nem jöhetne létre támogatók és segítők nélkül. Így aztán szeretnénk megköszönni az Agora Szombathelyi Kulturális Központnak, aki egyben a társszervezője is volt, csak úgy, mint a Szavária Turizmus Nonprofit Kft., hiszen ez a mai program az Érezd Szombathely programsorozat keretében valósul meg. És köszönjük szépen a Szombathelyi Televízió támogatását is, hiszen ők rögzítik ezt a műsort, úgyhogy remélhetőleg sokan mások is láthatják majd, nem csak ha most jelenlévő közönség a Történelmi Témaparkban. Szeretnénk köszönetet mondani a Pipelife Hungária Kft.-nek is, akik ugyancsak támogatták a mai rendezvényt, és hadd mondjam el a koreográfusokat is, hiszen nélkülük ez az egész program ma nem lenne ilyen igazán felemelő és dinamikus. Vörös Orsolya, Horváth Milla, Hirs Nagy Lili, Mór Mirtil, Iszlai Zsófia, Vécsei Buglárka, Csárdi Csenge és Varga Dorottya, akiknek köszönjük ezt a csodás koreográfiát. És akkor jöjjenek azok a művészek, akik ma vállalták az Energy kérésére, hogy közreműködnek, hogy valóban összművészetivé varázsolják a ma estét. Gyönyörű zongorajátékát köszönjük Mészárosné Lengyel Szabinának, és csak úgy a gyönyörű hegedű játékot Balogh Rudolfnak. Gáspár Grétát látták ezen az egészen különleges hangszeren játszani, amelynek Handben a neve, valóban pillanatra éteri hangokat hallottunk. Cetteri Ibolyának köszönjük szépen a monológ szövegeket, és Kelemen Zoltánnak, a Vörös Sándor Színház színművészének, hogy ilyen nagyszerűen interpretálja ezeket. Az Ataru Taiko, Dob Együttes, Kis Tamás, Kótai Dana és Kovács Pali, azok a művészek, akik még ma este itt vannak velünk, és közülük most majd az Ataru Taikót, Kovács Palit, Kótai Danát és Kis Tamást itt mellettünk az oszlopokkal körbevett medence résznél nézhetik, hallgathatják, hiszen a most következő 25 percben a szünetben sem hagyjuk önöket program és műsor nélkül. Érezzék jól magukat ezen a kis produkción is, kicsit mozogjanak, bár nagyon velünk van az időjárás is, hiszen csodálatosan szép este van, lassan ránk sötétedik, úgyhogy a fények is különleges szerepet kapnak majd a második részben. A kis produkciók után viszont jöjjenek vissza, hiszen folytatjuk a változást.
Szép estét kívánok, sziasztok, én Kovács Pali vagyok, üdvözlök mindenkit. Mielőtt elkezdjük ezt az egész blokkot, nekem van egy személyes ügyem a mai nappal kapcsolatban. Van nekem egy nagyon kedves barátom, akit Siklósi Örsnek hívnak, és ma van a 30. születésnapja, csak ő sajnos nem lehet itt velünk, mert februárban eltávozott. És hát nagyon-nagyon hiányzik nekünk, és ez a dal, ez neki szól, ennek a dalnak az a címe, hogy Lelket vennék. Nem érezheted át, én mindig egymagam maradok. Látod a hatatlan részem, elpárolgott. És szabad akaratot kérek a karmától. Lelket vennék, de nincs már eladó. Használható, hozzám való. Többé nem lehetek jó. A blokkot nem találom, pedig visszaadnám sajátom. Lecserélném hogy eltűnjön a magányom. Látod, leszoktam már régen az álmokról, de így a szemem fáj a valóságtól. Lelket vennék, de nincs már eladó. Használható, hozzám való. Köszönöm szépen!
megpróbálok egy kicsit vidámabb témát elmezni. Ez egy olyan dal, amit nem hiszem, hogy el tudnátok képzelni egy ilyen szörös csávó szájából. A dalnak az a cím, hogy Hit Me Baby One More Time. Oh baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh pretty baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight here. You show me how you want it to be. Tell me baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. Confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, pretty baby, the reason I bled is you. Girl, you got me blinded. Oh, pretty baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight. Yeah, show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Give me, baby, one more time. Gyere, segíts! I must confess that my loneliness is feeling me now. Don't you know I still believe that you will be. And give me a sign. Csak egy nóta maradt, esküszöm, és át is adom a terepet. Csak el kéne döntenem, hogy mi az. Ez a legnagyobb problémám. Szóval én nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer az Energy-nek, hogy itt lehettek, köszönöm a meghívást. Ez egy hatalmas élmény nekem. Csodálatos táncosokkal voltunk, és egy nagyon kitartó szervezőbrigád volt mögöttünk. És tényleg minden elismerésem nekik. És köszönöm szépen, hogy itt lehettem, én Kovács Peli voltam. Sziasztok! Nem jöttél túl korán, de időm az volt, nagy komám lett, és ültünk büfékben, hangosabban, várva, azaz, egymás hátát ütve, italokat küldve, múltját sem sejtő, kék ruhás nőknek maradj otthon, nézzél tévét, tök sötét vonatokat mutat minden csatorna mennek, utas nincs egy sem, csak a büfé kocsiban állnak. Kettem, amelyik rosszul van, az vagyok én. Károly, most mutatnak az elébb még. Isten dicsértem én. Nem kezdtünk nagyon bele, semmibe jössz úgyis te, és minek is, bármit is, egy kis időre. És aztán nem jöttél, átgyúrtuk életi idő komámmal. Ez üldögélés, maradj otthon, nézzél tévét, tök
sötét vonatokat mutat minden csatorna mennek, utas sincsek sem, csak a büfé kocsiban állnak. Mutatnak az elég még Isten dicsérteni este csillag voltál, nappal meg fecske, minden föld bevetve, minden nőrendben, na ezt hagyom itt neked. Te csillag vagy fecske, maradj otthon, nézzél tévén. Tök sötét vonatokat mutat minden csatorna mennek, utas nincsek sem, csak a büfé kocsiban állnak. Részegen ketten, amelyik rosszul van, az vagyok én. Károm, most mutatnak az elép még, Isten mit sértem én. Köszönöm szépen! Kovács Bali voltam, sziasztok! Olyankor
kell, hanem azzal a csillag is lebogyan. Kőtáblává hasad széllyel a porban. A második felvonás, úgyhogy menjünk vissza együtt a színpadhoz, a nagy színpadhoz. A nyár hozta reményből még nagyobb zuhanást jelentett az újbóli bezártság. Thank you.
gyülemlő feszültség. A gyülemlő feszültség már inkább konfliktusokat generált magunkban és kapcsolatainkban. A társas távolság pedig egyre nagyobb hatást gyakorolt határainkra és érzékeinkre. Thank you.
A járvány minden negatív hozadéka, mégis eltörpül az emberi életek elvesztése mellett. Megnyugvást kívánok mindenkinek, aki elvesztette szerettét, barátját vagy ismerősét. Kellett jönnünk, hogy el kell fogadnunk, vagy legalábbis megpróbálnunk a változást ahhoz, hogy megnyugvást találjunk. Smoker.
Idézve Cetter Ivolya tanárnőt, a belső öröm a belső erő. Aki megtanul örülni, az élni tanul meg. Thank you.
Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves közönségünk, ez volt tehát a Változás, az Energy Dance Team gálaestje. És most, hogy lementek a táncosok, mindjárt arra is ambicionálom őket, hogy fáradjanak vissza, és szépen hátul a színpad mögött álljanak meg, hogy egy közös köszöntésre még együtt lehessünk velük, és a vendégművészekkel, a közreműködőkkel. Kérem szépen egyrészt a koreográfusokat, hogy fáradjanak ők is a színpadra. Tehát Vörös Orsolyát, Varga Dorottyát, Horváth Millát, Vécsei Boglárkát, Csárdi Csengét, Kisnagy Lilit és Somogyi Dórát kérem szépen, hogy fáradjanak ide. És a színpadra szólítom az Atarutaikó képviseletében Vörös Emilt, kérem szépen Kovács Palit, Kótai Danát, Kis Tamást, Balogh Rudolfot, illetve Mészárosné Lengyel Szabinát, Kelemen Zoltánt, és miután tudom, hogy itt van, ezért arra kérem Cetteri Bolya tanárnőt, hogy fáradjon fel ő is a színpadra. Köszönöm szépen, és természetesen az Energy Táncsport Egyesület vezetőjét is, Tóth Gábort, és kérem szépen, hogy jöjjön a színpadra jó nagy vödrökkel, meg virágokkal. Babos András, az egyesület másik vezetője, épp egy másik programon helyt áll, úgyhogy Tóti fogja most képviselni őt is. Üdvözlök mindenkit sok szeretettel, és nagyon örülök, hogy végre így együtt itt vagyunk. Egy hatalmas tapsot szeretnénk még egyszer kérni az összes táncosnak és oktatónak. Kicsit furcsa most így ez a gála, hogy most indul a szezon, és most vagyunk itt, nem pedig a szezon végén. Hát az volt a címe, hogy Változás. Minden esetre, aki sok éve Energis gálára jár, egy kicsit lehet, hogy szokatlan volt, egy kicsit táncszínházasabb volt, egy kicsit modernebb volt, de hát ezek is mi vagyunk, és remélem, hogy nagyon tetszett, nekem nagyon tetszett. Úgyhogy várunk mindenkit a soraink közé, és meg szeretném köszönni az itt jelenlévő oktatóknak a munkáját. Szerintem szuperprodukciót raktak össze, és meg szeretném köszönni a vendégművészeknek is, hogy velünk együtt részt vettek. Remélem, nektek is nagyon tetszett. Egy tapsot nekik is. Feljönnél, megfoglalod a mikrofont, hogy gyorsan ezt kiosztogatom ezeket. Köszönet képen, köszönöm. Köszönjük tehát még egyszer Vörös Orsolyán, Varga Dorottya, Horváth Milla, Vécsei Boglárka, Csárdi Csenge, Kisnagy Lili és Somogyi Dóra, köszönjük a munkát. Meg szeretném köszönni Kótai Danának is, aki, hogyha a szomszéd színpadnál, akik részt vettek, nem csak nagyon jól táncol, hanem nagyon jól énekel is, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Pesten a Táncművészeti Egyetem hallgatója lett. Egy nagy tapsot kérni neki is. Köszönöm, Dana a nagyszerű példája annak, hogy az Energy hogyan képezi egészen magas színvonalon a jövő táncművészeit. Gratulálunk! Köszönjük szépen Vörös Emilnek, Kelemen Zoltánnak, Kovács Palinak és Kis Tamásnak egyaránt. Remek munka volt így együtt. Azt gondolom, hogy nem csak a táncosok, hanem a közreműködő művészek is nagyon élvezték.
Ezután már csak azt hiszem, hogy nagyon jó hétvégét tudunk mindenkinek kívánni. Akinek ismerőse van, mondja meg nekik, hogy szeptemberben indul az Energy-ba a táncoktatás. Nagyon sok szeretettel várjuk őket a Domus üzletközpont Energy tánctermében, óvodáskortól egészen a felnőtt korosztályig várunk mindenkit, modern és hip-hop kategóriákban egyaránt. Itt, ha jól tudom, a főtéren nagyon jó food track kocsik vannak, neki esetleg éhes is lett, nyugodtan fáradjon át, mi is szerintem nagyon sokan megyünk át, és ott bulizunk tovább. Még egyszer mindenkinek nagyon jó hétvégét, és nagyon köszönjük, hogy eljöttetek és tapsoltatok nekünk. Köszönjük szépen, Tóth Gábor, az Egyesület vezetőjét, látták, hallották, és még egy dolgot ne felejtsenek el, hogyha támogatói jegyet vásárolnak, akkor a Helgőci Alapítványon keresztül a koronavírus árván maradt gyermekeit támogathat, illetve akik emiatt maradtak árván. Megtiszteltetés volt önökkel és a táncosokkal tölteni ezt a mai estét, remélhetőleg a normál körülmények között, mert az Agora Bőrjedési és Sportházban találkozunk jövő júniusban a gálán, vagy már előtte Gerse Karáton a házi versenyen is, ami hasonlóan nagy hangulatban telik. Nagyon szép hétvégét, szép estét kívánok önöknek, az Energy valamennyi táncosa és fellépő művésze nevében is. Jó éjszakát, viszontlátásra! Elnézést, még Edinának elfelejtettem odaadni a virágot, annyit itt beszéltünk, meg pedig sose szoktuk kifelejteni. Köszönjük, hogy 18 éve velünk dolgozik.